Jó estét kívánok, képviselő asszony, köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Most már ugyan benne vagyunk az évben, de azért érdekes lehet, hogy egy-egy településnek hogyan áll össze a költségvetése. Most ugye kerepes költségvetéséről beszélünk, de általában azért mondjuk el a nézőknek egy pár szóval, hogy miből is él egy település, honnan származnak a forintjai. Hát kerepes bevételei elsősorban, de gondolom, hogy bármely önkormányzat bevétele, a fő bevételi forrás az az önkormányzatoknál a költségvetési támogatás, ami igen magas százalékot tesz ki. Azon belül vannak működési és felhalmozási célú a bevételeink, amit úgy szintén az állam ad, mégpedig van az OEP-től kapott támogatásunk, a beruházásokra kapott pénzeink, és valamint vannak a közhatalmi bevételek, ami viszont saját bevétel, ezek az adóbevételek, ami kerepesen a helyi iparűzési adó van, magánszemélyek kommunális adója van, idegenforgalmi adó, és ennyi. Tehát nálunk nincsen több adó. Na, erre majd visszatérünk, de akkor maradjunk első körben a legelső és legnagyobb tételnél, a költségvetési támogatásnál. Igen. Mitől függ, hogy egy település mennyi támogatást kap az államtól? Ez most már csak a lakossági létszámtól függ, most már január 1-től csak normatív támogatás van, a személyi jövedelem adó helyben maradó része teljes mértékben megszűnt, és ami még itt marad, az a gépjármű adó része, 40%-os része, de semmi több. Lassabban. Tehát azt mondja, igen, hogy mekkora a főösszeg, tehát kerepes mennyiből él? 1 milliárd 57 ezer forint összesen a mérlegfőösszegünk, és ebből 330 millió forint az, ami állami támogatásos bevétel. Tehát az állam ad 330 milliót, és aztán akkor lépegessünk tovább. Igen. Abban a sorrendben, ahogy említette, miket ad még az állam? Mert tehát adja a működés és felhalmozási célú bevételeket, amiben benne vannak a védőnői szolgálatok ellátásai, a megnyert beruházások összegei, és ezen kívül ebben semmi más, és főtétel még a közhatalmi bevételek, tehát az adók. Uh-huh. Jó, akkor most térjünk át a helyi adóbevételekre, tehát elkezdtük már sorolni, hogy ugye van iparűzési adó kerepesen. Igen. Hát nincs nagy ipar kerepesen, nincs nagy mezőgazdaság kerepesen. Miből származik az iparűzési adóbevétel, és ez körülbelül mekkora összeget tesz ki? Az iparűzési adónk a 140 millió forint egy évben, durván. Ez a kerepesi székhelyen rendelkező vállalkozások befizetéseiből tevődik ezek össze. Ezek között valami nagy vállalat, vagy ezek inkább kis és középvállalkozások? Hát ezek sajnos kis és középvállalkozások, és egyre kevesebb van belőlük. Sajnos igen, kerepes nem igazán rendelkezik. Hány százalék iparűzési adót fizetnek a vállalkozások? 2%. Ez egységes, vagy helyben? Ez a törvény szabályozza, igen, tehát ez egységes. Jó, és milyen a fegyelem, adózási fegyelem? Az adózási morál sajnos az egész adórendszerünkre elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon nem jó. 50%-os arányban történnek meg a befizetések. Na most akkor azt mondta, hogy 140 millió az iparűzési adóbevétel, akkor ez a cél, vagy pedig ez a realitás? Ez a betervezett összeg, ami minden évben... És ebben bekalkulálták azt is, hogy 50%-on nem fogja. Nem, ez nem. Ez csak egy betervezett összeg, ennyinek kellene befolyni. Igen. Gyakorlatilag azt mutatja, hogy 140 helyet körülbelül 70 szokott befolyni. Körülbelül 70 millió szokott befolyni. Uh-huh. Mit lehet tenni, hogy ez befolyik, hiszen cégenként ez nem olyan nagy összeg, gondolom, hogy... Igen, mi most megbíztunk már egy behajtó és követeléskezelő céget is, akik nem csak levelezgetnek, hanem fel is keresik a pácienseket személyesen, és megpróbálják behajtani, mert évek óta elég eredménytelenül működik nekünk ez az adóbehajtás. Világos. És akkor van még a kommunális adó, ugye, ami... Igen. Tehát ez minden kerepesen, másutt egyéb adók igen, is vannak, de ez egy évben 18 ezer forint, amit készpörszakbe kell befizetni. Ez családonként, egy vagy házonként? Háztartásonként 18 ezer forint, ami én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagyon nagy teher. Jó, hát korábban voltak ebből viták, hogy volt kommunális adó, aztán jött a szemétszállítási díj, az emberek azt gondolták, hogy a kommunális adó fedeznie kell, tehát hogy annak fedeznie kellett volna a szemétszállítást. Egyébként mire?
fordítják a kommunális adót, mert hát azt hiszem az címkézet, nem? Tehát, hogy a kommunális adónál igen, megvannak a feladat meghatározások, hogy mire fordítható, és kifejezetten ilyen kisebb fejlesztésekre, hogy a útkátyúzás, járdaépítések, akármilyen viharkárok történnek, bármi ilyesmire, fűnyírás. Cégekről már beszéltünk, hogy nem nagyon törvénytisztelők. A lakosság az körülbelül milyen arányban hajlandó tudomásul venni, hogy fizetni kell? Sajnos a lakosságnál ugyanez a helyzet. Arányaiban körülbelül? Arányaiban körülbelül ugyanez, hogy nagyon-nagyon nem akarnak fizetni. Azon gondolkodom, tudja, hogy a kis cégek többsége az Kerepesi és helyben lakik. Igen. Tehát aki nem fizeti be az iparűzési adóját, az valószínűleg a kommunális sem. Igen, ez krónikusan előfordul, hogyha valamelyik adó nem betartozik, akkor tartozik mindegyikbe ugyanaz a személy, mondjuk, vagy magánszemély. Jó, tehát itt a bevételeknél tartunk, és hát nem tudom, hogy hol kell ezt megemlíteni, de mennyit segített az Kerepesen, hogy az állam átvállalta az adósság teherből 50%-at, ha jól emlékszem. Ugye ez mégiscsak olyan 400 millió körül lehet, nem? Vagy mennyi pontosan? Igen, na most Kerepesen igazán nem segített, mert hogy 68 millió forinttal kevesebb lett az állami támogatásunk a konszolidáció miatt. Viszont februárban aláírásra került egy olyan szerződés, hogy a 2012. december 31-i hitelállományunknak az 50%-át átvállalja a magyar állam. És ezt még nem tudjuk pontosan, hogy milyen arányaiban fogja, mert nekünk van két kötvényünk, kibocsátóan, van egy 250 milliós hitelünk. Az az előző önkormányzat által kibocsátott 250 millió? Igen. Most az a tendencia, hogy először a svájci frank hiteleket veszi át az állam, utána az eurósat, és legvégére hagyja a forint. De bocsánat, hogy lehet így költségvetést tervezni, hogyha nem tudjuk, hogy... Az összeget tudjuk, hogy 417 millió forint. Ami vagy teljesül, vagy nem? Nem, teljesülni fog, csak nem tudjuk, hogy melyik hitelből mennyit vállal át. Tehát összességében 417 milliót fog átállni. Forintban, igen. Aztán ugye ebben van frank is, meg van euró hitelünk. És aztán majd kiderül, mert 7. hóig kell megkötni egy 3 oldalú megállapodást a minisztériummal és az állami adósságkezelővel, hogy ebből most akkor milyen arányaiban. Jó, ezt a polgármester ő is mondta, hogy Kerepes akkor járt volna jól, hogyha nem foglalkozik vele senki, hanem adják békén, nyugodtan. De azért tegyük hozzá, hogy ez, hogy is mondjam, tehát ez úgy áll össze ez a kép, hogy ugye az állam elég sok feladatot és egyben forrást is elvitt az önkormányzatoktól. Ugyanakkor a konszolidációval valamiképpen azokat az önkormányzatokat, hogy is mondjam, kompenzálja, akiknek volt hitelük. A kettőnek a különbözete ez a mínusz 68 millió, nem? De igen, de ez csak 2013-ra szóló megállapodás. 2014 év elején az állammal újra kell tárgyalni, hogy mennyi lesz nekünk az állami támogatásunk, és mennyi lesz az elvonásunk. Ez csak egy adott évre szóló megállapodás, hogy most idén akkor 330 millió forinttal támogatják Kerepes önkormányzatát. Mármint, hogy ugye ez a költségvetési támogatás. Így van, és azért azt tudni kell, hogy ugye az iskola is kikerült, tehát nem mi vagyunk már a fenntartók, de a működési költségeket azt nekünk kell finanszírozni. Ugyanakkor, mint kötelező feladat megmaradt a kedvezményesen étkező gyermekeknek az étkeztetése. Ez 102 ezer forint per év per gyermek, ezt még az állam átadja. De nekünk az iskola működtetéséhez jelen pillanatban 2013-ban 40%-ot hozzá kell tenni. Már az iskola teljes működési költségének a 40%-án? Bizony. És ez mennyi? Hát ez nagyon-nagyon jelentős összeg, ez olyan 50 millió körül van, amit ki kell termelnie a Kerepes önkormányzatának. Jó, hát a bevételekkel kezdtük, és most már a kiadásoknál tartunk, tehát akkor térjünk is át úgy globálisan a kiadásokra. Egy ekkora község, mint Kerepes, mi mindenre kell, hogy pénzt adjon ki? Most már beszéltünk arról, hogy ebbe az új helyzetbe ugye az iskola fenntartója, az a Klebersberg intézmény fenntartó központ, ki szoktam tudni mondani. És hát emellett ugye az önkormányzatnak is marad még jelentős kiadása. Mi mindenre megy még a pénz? De elsősorban az intézmények fenntartása, ami nagyon-nagyon-nagyon sokba kerül, és a bevételénk. Van még egy bölcsöde? Van egy bölcsödénk, 3 darab óvodánk. 3 óvi, egy szociális alapellátó központ, hogy igen, azt idén adtuk át, és van 2 művelődési házunk,
Van egy könyvtárunk, és van még a védőnői szolgálatunk. Mennyi például a forrásművelődési háznak a költségvetése? Húha, hát ebből egy számszerűsítve nem készültem, de azt tudom, hogy 50%-ot hozzá kell tegyünk ahhoz, hogy tudjanak működni. De... Jó, hát ha nincs meg pontosan, nem, akkor szerintem... arról talán majd egy más alkalommal beszélünk. Tehát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy 1 milliárd forint bejön a zsebbe, ez az 1 milliárd neki is megy. De hát gondolom, hogy ebben azért van ilyen is, hogy közvilágítás, nem? Hát közvilágítás, temető, karbantartás, orvosi rendelők, orvosi ellátás, ez kötelező. Ezek mind a kötelező feladatok. Így van, útkarbantartások, ez mind kötelező feladat. Azon gondolkodom, hogy van-e olyan feladat, ami nem kötelező, például a bölcsőde az nem kötelező, de van. A bölcsőde nem kötelező, így van, de viszont lakossági igény az volt rá, hogy legyen. És miután pályázati pénzből nyertük meg, ezért én úgy gondolom, hogy azért érdemes azt működtetni. Jó, azért soroljuk még, hogy milyen kiadások vannak. Ugye vannak olyanok is, olyan kiadások, mint például az, hogy ha 865 éves kerepes, akkor arra valami pénzmagocskát el kell különíteni, hiszen ez egy ünnep. Így van, el is van különítve rá, és nagyon nagy jelentős esemény lesz szeptember elején, ahol az összes külföldi testvérvárosunk is meg fog jelenni. Sőt, ma beszéltem a polgármester úrral, 3 millió forintot szerzett arra, hogy elkészül egy kerepes történelmi enciklopédiája könyv. És ez a nyomdától kezdve a lakosságig eljuttatásig a 3 millió forint fedezi a teljes mértékű kiadását. Világos. Ugye beszéltünk arról, hogy kevés az iparüzési adóbevétel. Talán ebben az adásban látják a nézők, hogy már látták, nem tudom, a Hungaroringen találkoztunk a polgármester úrral, a Magyaród polgármesterével és a Hungaroring elnök vezérigazgatójával fát ültettek. Ugye ez a jelképes volt, de hát hosszú távon azt próbálja jelképezni, hogy a két település és a Hungaroring elkötelezett amellett, hogy zajvédő erdő és egyéb más létesítmények készüljenek. És hát végül is ott beszélgettünk bizonyos olyan kapcsolatokról, mint például a két település közötti út. Tehát, hogy kerepes még el se adjuk, és alig lépünk ki a táblán kívülre, ott meg már alig lehet közlekedni. Tehát mondjuk a Hungaroring és a M3-as irányába egy senki földje, egy út. Tehát ilyenekre gondolni se lehet, hogy a települések összefognak, és egy ilyen utat mondjuk közös erővel létrehoznak, ugye? Hát nehéz feladat, de a Gyulai Zsoltól van ígéretünk nagyon sok mindenre. Ugye pár évvel ezelőtt meg is csinálták a Szilasligeten a József Attila utcát egész a Hévátjárosinekig, azt ők finanszírozták. Most is ugye tárgyalások folynak a két önkormányzat és a Hungaroring ZRT között, pont a zajvédelemről, valamint a Szilasliget jobbodának pont a tetőcseréjéről volt Igen. szó. És ha már útról beszélünk, akkor ugye itt mindenki nagy reményekkel néz az összekötő út elébe, szabad ezzel a képzavarral élnem, ugye az M3-as M31-es összekötő, amelyik ha történetesen sikerül és kerepes érintésével ér ki az M31-re, akkor ugye ott jelentős ipari területek lehetnek, mert önkormányzati tulajdonban van néhány tucat hektár. Vannak olyan tervek, hogy ipart hozni kerepesre, ez már stratégia kérdése, és nem az évi költségvetésé. De szóba kerülnek ezek így a testületüléseken? Ez természetesen szóba kerülnek, már annak idején, amikor az M31-es mellett megvettük ezeket a földterületeket, már akkor ezeket terveztük, hogy bármilyen benzinkutat, vagy akármilyen ipari parkot ott létrehozni. Csak egy dolgot rontottak el annó, az előzőek, hogy nem sikerült egy lehajtót építeni oda, de most úgy néz ki, igen, hogy ez az elkerülő út, amit a Forma 1-esek kérnek, tehát Bőrnélkoszton kifejezetten ehhez köti a következő évi 5 éves szerződést, hogy legyen egy ilyen elkerülő út megépítve, és az pont, hogyha kerepest érinteni, pont lenne egy M31-es lehajtója kerepesnek, akkor az nekünk nagyon-nagyon nagy beruházást jelentene. És ha mondjuk nem valósul meg, akkor milyen lehetőségek vannak a kitörésre? Hát sok mindenben gondolkozunk, nagyon sok mindenben, de mindenféleképpen az iparkunkat szeretnénk fejleszteni ahhoz, hogy legyen munka, legyen gazdasági tevékenység, és tudjunk előrébb jutni.
Hát sok sikert kívánok hozzá, meg hát egyelőre akkor az idei évhez, hogy év végéig azért legyen elég a pénz, állambácsi adja meg, amit ígért. Igen. És ha minden összevág, akkor ugye egészen december 31-ig lesz miből élni. Így van. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is.